Idei évben is megtartotta a szakmai találkozóját a Püspökladány és Vidéke Méhészek Egyesülete. A találkozóra ezúttal október 6-án került sor, melynek szintén a Farkas-sziget adott otthont. Az összejövetel célja egyrésztről számvetés is a vezetőség részéről a tagok felé, szakmai tapasztalatcsere az egyesületi tagok között, másrésztről a mézfogyasztás népszerűsítése a gyermekek körében, így a rendezvény egyik címadó állomása a Mézes reggeli elnevezésű program. A mozgalom a volt szlovén miniszterelnök asszony Alenka Bratušek kezdeményezésére indult el hazájában, melyhez Magyarország 2014. november 21-én csatlakozott. A szakmai továbbképzésnek tartom én ezt elsősorban. Egy olyan 5 évvel ezelőtt pedig egy országos kezdeményezésre, a Mézes reggeli című programra hát mi is bejelentkeztünk, és ennek az volna az értelme, hogy a mézfogyasztást a gyerekek körében meg kell szerettetni, hogy aztán felnőtt korukban ugye mézfogyasztók legyenek ők is, és hát vásároljanak mézet tőlünk. Honnan érkeznek ilyenkor? Hát mi 60 meghívót küldtünk ki, hát olyan 40-45 ember el szokott jönni, ezek mind méhészek, illetve hozzátartozók, illetve hát a méhészeti szakma hát helyi vezetői elsősorban. Gyakorlatilag Hajdú-Bihar megyéből még jönnek néhányan. Miről szól a szakmai találkozó ilyenkor? Mi a legfőbb téma? Most mi azért gyűltünk össze, hogy a betelelésről, tehát a méheknek a téli elhelyezéséről, illetve a téli ellátásáról gondoskodjunk, és ezt a betelelési bemutatónak hívjuk. Nagy Lajos doktor úr kihangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja az Egyesület, hogy minden oktatási, nevelési intézménynek legyen méhész támogatója. Mi úgy gondoljuk, hogy azt, hogy valaki, a gyerek megszeresse a mézet, azt folyamatosan meg kell erősíteni. Ezért vásároltunk olyan rekeszeket, amiben 10 kiló méz fér, ráteszünk egy aranyos kis méz címkét, és azt elvisszük az óvodába vagy az iskolába. Arra törekszünk, hogy minden óvodának, minden iskolának legyen egy méhész patrónusa. És akkor az elviszi, és akkor ott elfogyasztják. Korábban készültek felvételek, mozgó felvételek és fényképek is, és ezt megpróbáltuk egy DVD formájában összevágni, és ezeket a DVD lemezeket eljuttattuk az óvodákba, az iskolába, lehetőleg mindenüvé, ahol elértük, hogy ők is szorgalmazzák a valamelyik apuka vagy anyuka méhész, hogy segítse, patronálja az óvodát. Ugye ennek az a célja, hogyha a gyerek megtanulja, megszereti a mézet, akkor az utána azonnal keresni fogja és vásárolni fogja, lehetőleg tőlünk, és így ez a hagyomány ez már megszokássá válik, sőt olyan góbor gondolatunk is volt, hogy a mézes tej, illetve az iskolatej mintájára kezdeményezzük majd, hogyha már odáig eljutottunk, az iskola méz programot. Tehát ez csak egy jövőbeli remény. Azt fontos tudni a méhekkel kapcsolatban, hogy nélkülük az emberiség léte is veszélybe kerül, ezért kiemelten fontos vigyázni rájuk. A növények egy része szél, másik részük rovarbeporzású, ezt végzik a méhek. A rájuk veszélyes betegségeket szintén rovarok terjesztik, így a védekezés nem egyszerű feladat, hatalmas terhet ró a méhészekre. A védekezést nehezíti, hogy a méhek mézet állítanak elő, így a permetezésnél el kell kerülni azt, hogy bármi, ami emberi egészségre veszélyes, a táplálékba kerüljön. A legnagyobb szakmai kihívás most ebben az évben egy atkavész, tehát a méhek családok nagyon sok atkát tartalmaznak. Az atka ez egy kicsike élőlény, egy pici rovar, amelyik a méheknek a vérét szívja. Ez 1978 óta, tehát 40 éve van Magyarországon, és rettenetes nagy gondot jelent a méhészeknek, mert az atka írtás az nehézkes. Legalább 3-4 olyan általánosan használt szer van, amelyiket a méhészetekben használunk, azonban nem ártalmatlanok a méhekre sem,
és a másik pedig lenne, hogy ha nem időben végezzük az atkaírtást, akkor annyira felszaporodik az atka, hogy gyakorlatilag elpusztítja a méhcsaládokat. Ebben az évben hatalmas mennyiségű méhatka nevelődött, úgyhogy veszélyben van a méhállománynak, mint egy 30%-ára becsülöm, hogy annyi lesz a pusztulás ebben az évben. Ennek a kiküszöbölésére, ennek a kivédésére jöttünk elsősorban most itt össze, a beterelési bemutatón kívül, hogy ezt valahogy megoldjuk, hogy minél kisebb veszteséggel teleljünk át. Ha a számokat nézzük, egy méhcsalád körülbelül 60 ezer főt számlál, 40 család 2 millió 400 ezer főből áll. Ebben benne vannak a dolgozók, a királynő és a herék. A méhészkedésben nem mindenki a megélhetési forrást látja, mindinkább hobbiként tekint rá, mert egész egyszerűen szereti csinálni. Rácz Lajos 20 éve foglalkozik méhészkedéssel, és ahogyan ő fogalmazott, élete végéig szeretné ezt a tevékenységet folytatni. 20 éve méhészkedem. Tehát, mint hobbi méhészként kezdtem 10 családdal, jelenleg 40 családdal méhészkedem, de most csökkentettem 80-ról 40-re. Honnan jött a méhészkedés iránti szeretet? Hát ez egy kényszer dolog volt valamelyes, mert tehéntartással foglalkoztam, és nem igazán kedveltem a méheket, hanem járt hozzám tejér, az egyik méhészbácsinak a felesége, és ő nagyon szépeket mondott mindig a méhészető, és megígértem neki, hogy ha egyszer abba hagyom a tehéntartást, akkor méheket fogok tartani. Akkor nem gondoltam ezt egészen komolyan, de így hozta az élet, hogy vettem 10 méhcsaládot tőlük, és utána szépen fejlesztettem, tehát ezt meg lehet szeretni. Úgyhogy így történt az én méhészet történetem. Milyen volt az idei mészhozam? Hát az idei mészhozam átlagosnak mondható, ami, hát nekem mindig az átlag fölött szokott lenni, inkább így mondanám. Tehát én nem vagyok vele megelégedve. Volt mély mérgezésem is, de alapvetően az volt a problémám, hogy tavasszal a mély családok, azok nehezen szaporodtak föl. Tehát nem voltak termelőképes családjaim az akácra. Tehát ez volt az egyik probléma, a napraforgónál pedig az volt a probléma, hogy gyakorlatilag a július az hideg volt. Na most azt tudni kell, hogy a napraforgó nektár képződése az 20 fok fölött van, vagy közel 20 foknál. Na most az éjszakák azok 15-16 fokosak voltak, ott nem képződött nektár. Reggel, mit tudom, amikor elérte a 18-20 fokot a hőmérséklet, akkor képződött nektár gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy majd 10 óra körül indultak el a méhek, és akkor estig hordták a nektárt. És így kevesebb lett mindenkinek. Van-e, aki tovább vigye ezt a hagyományt? Nem lesz a családban, aki tovább vigye. Két lányom van, ők ezhez nem fogják folytatni. Úgyhogy most már nem is segítenek, annak idején nagyon sokat segítettek a méhészkedésbe, úgyhogy én kívánom folytatni. Mondhatom életem végéig, megfelelő létszámmal, most azért is csökkentettem már a 80-ról. Tehát, hogy szórakozás legyen. Lévai Sándor is 20 éve foglalkozik méhekkel, amolyan hobbi méhészként. Jelenleg 20-25 méh családdal rendelkezik. A méhészkedés iránti szeretet a szakmából kifolyólag úgy jött, hogy mezőgazdasággal foglalkozom, és a méh meg a mezőgazdaság a szoros kapcsolatban van, valamint egy anyai nagybátyám is méhészkedett valamikor, és némi alapismeretem volt, továbbá az egyik szomszédom Nagy Miklós, meg a másik szomszédom Erdei Laci bácsi, akiktől az egyéb alapfogalmakat elsajátítottam, ez körülbelül 20 éve történt. Attól kezdve olyan hobbi méhész szinten csinálom ezt a munkát, mert nagyobb létszámot soha nem tartottam, ami azt termelte méhezet, azt elvettem tőlük. Azt a létszámot próbáltam fenntartani kisebb-nagyobb sikerrel. A mai napig is 20-25 körüli méhcsaláddal dolgozom. Mennyire volt jó az idei mészhozam? Az idei mészhozamot olyan átlagos évnek mondanám. Tavasszal nehézkesen indultunk. Nagy reményünk volt, hogy a repcén majd felfejlődik, de inkább mérséklődött a létszám, mert ugyan a repcén fel szokott jönni, de lehet, hogy némi mérgezés, vagy a repcének a
vetőmag, amint meg van csávázva, úgynevezett neonikotinoidok, még a virágzáskor is érzékeltetik a méhekkel a káros hatást, és fennáll a veszélye, hogy valahol a környezetünkben szedtek ilyet is össze. Ennél fogva eltájolnak, mérséklődik a kiáró állománynak a létszáma, ennél fogva minden kis méhcsalád gyengül. Ezután jött az akác, ami elég rövid volt még. Talán korábban is jön, mint 20 évvel ezelőtt. Szerintem, vagy 10 nap előbb van az akácnak a főtermése. Azt sem úgy sikerült, pontosan azért nem, mert nem volt olyan megfelelő létszám, aki hordhatta volna azt a nektár mennyiséget, ami a jó időben rendelkezésre állt a méheknek. Inkább átlagos évnek mondanám, mint jó évnek. A mézhamisítás nagy üzlet, hiszen a táplálék egészségügyi előnyei közismertek. Kiszórni viszont már nehezebb a csalást, hiszen a felvásárolt, jó minőségű termék hígított változatai ízben, állagban és színben is tökéletesnek tűnnek. Sőt, pont a jó termékek látszanak silányabbnak. Pacsmag László és felesége Ebesről először vesznek részt a rendezvényen, akik az OMME, azaz Országos Magyar Méhészeti Egyesület mézes üvegeinek forgalmazói. Igazából nagyon szoros kapcsolatunk még nincs a helyi egyesülettel, mivel mi több éve forgalmazzuk a zombi és mézes üveget Ebesen. Nagyon sokan járnak át hozzánk, és hát most ért ez a megtiszteltetés, hogy a dr. Nagy Lajos meghívott bennünket egy ilyen helyi rendezvényre, amit nagy örömmel is fogadtunk, és hoztunk üveget, illetve kupakot a méhészeknek, akik esetleg most szeretnének vásárolni. Mit lehet tudni ezekről az üvegekről? Hát itt az előzetesen már beszélgettünk róla, hogy tehát ezt az üveget csak méhészek vásárolhatják. Kereskedelmi forgalomba a méhész egyesületen kívül ez nem kerülhet. És ez garantálja ez az üveg, hogy az ebben található méz az biztosan termelői méz, mert csak termelők vehetik meg ezeket az üvegeket, igazoltam méhészek. Mivel tudják igazolni a méhészek ezt? Hát el szoktuk kérni, ha nem ismerjük a méhészeket, de hát kicsi ez a helyi közösség. Általában ismerek mindenkit, vagy ismerünk mindenkit, de ha új méhész jelentkezik, akkor mindenképpen elkérem a méhész igazolványát. Az előadásokat követően a délután további részében szakmai eszmecsere folyt a szervezők, az egyesület tagjai és a meghívott vendégek között. A találkozót egy jó hangulatú ebéddel zárták, a menü csülkösbableves volt. Hagyományosan a térség méhészei jövőre ugyanitt találkoznak majd.